Test mozgók! Következő handrace push-up, kézzel emelős fekvő támad, Zsófikával és velem! Következő, tehát mellső fekvő támasz pozícióját fölveszünk, mint ismeretes, váll, könyök, csukló, egy vonal, csípünk, nincs magasabban a vállunknál, és nincs is lejjebb a könyökünknél, válszéles kézterpesz, vagy egy picivel szélesebb, figyelünk az ujjainkra, próbáld nyitva tartani, sokkal nagyobb stabilitást bizony nem ad, de lehet, hogy kényelmesebb, pláne akiknek fáj a csuklója. Hátul a lábad, vagy csípő, vagy egy picivel szélesebb, de lehet akár zárt is a bokád. Következő, beengedjük a két kezünk közé a mellkasunkat, és jól láthatóan fölemeled a kezedet, a tenyeredet a talajtól, lehet előre is indegetni, vagy csak éppen föl emeled, és ebből egy lendület szerzéssel kinyomod magad. Amire nagyon kell figyelni, hogy le, hasalsz, bocsánat, csak a mellkasod van lent, hasadat igyekszel nem oda tartani, csípőt se, combot semmiképp, és a térdedet meg pláne nem. Na gyerekek, az van, hogy Zsófia, nyomjad ki, oda tapadt a logó. Jó, hand release push-upolást, hello!